Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. november 17-én, pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Mezőtúris vidéke újság legújabb lapszáma. Idősek világnapja a Tisztelet Vasutas Klubban. A mai napon jelenik meg a Mezőtúris Vidéke újság 22. lapszáma, amelyben többek között a helyi szabadidős lovasok megyei eredményeiről, a pedagógusok alkotásainak kiállításáról, programokról és számos más érdekességről olvashatnak. A részletekről Kakuk Móni újságíró számolt be stábunknak. Hamarosan a postaládákba kerül a Mezőtúris Vidéke legújabb száma. Igen, idén ez már a 22. lapszám, és ezen kívül még kettő lesz, úgyhogy hamarosan befejeződik ez az újságos év is, de még ebben a lapszámban számos érdekességet találnak az olvasók, amik vonatkoznak a karácsonyra is. Már nagyon sok karácsonyi programajáró szerepel az újságban, ugye érkezik majd városokban az adventi kisfalu, ahogy megszokhatták már a kedves lakosok a Petőfi térre. Erre is már egy kis csalogató benne lesz az újságban ennek kapcsán. Az első adventi hétvégére vonatkozóan, a következő újságokban meg a további programok természetesen, és több pályázat is például ennek kapcsán meghirdetése kerül. Például a karácsonyi meséíró pályázatra várják nagyon az alkotásokat a gyermekektől, ehhez is itt van ugye a plakát minden információval együtt, és más ezzel kapcsolatos anyagok is itt vannak az újságban, úgyhogy érdemes ezeket átböngészni. Minden lapszámban benne van ugye a moziműsor, amit megszokhattak, a rövid hírek, ami mindig népszerű, hogy egy-egy mondatban össze van foglalva ugye egy-egy városi vagy környékbeli esemény, vagy akár országos is, ahogy megszokhatták, és ugye az esetek többségében agrometeorológiát is szoktam beletenni, ugye nagyon sokan foglalkoznak mezőgazdasággal a városban, úgyhogy ezt is mindig szívesen elolvassák, hogy a meteorológiai időjárási események hogy függnek össze a mezőgazdasági munkákkal. A másik még egy érdekes kulturális rendezvényen vettek részt ingyenesen a mezőtúriak, ezzel kezdődik az újság, ezen a boríton. Móricz Zsigmond szerelmeiről nézhettek egy filmszín játékot, ami annyit tesz, hogy nem a Madách Színház társulata érkezett el a városba, hanem le lett vetítve egy általuk felvett film, tehát nem teljesen olyan, mint egy színdarab, mert ugye filmes eszközökkel is jeltek, de mégis egy színház élményt kaphattak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében a nézők. Ehhez írtam egy kritikát, és azért is került ez a címlapra, ugye ez nem olyan megszokott azért, hogy egy ilyen kulturális cikk a címlapon szerepel, mert hogy ugye Móricz Zsigmond nagyon kötődik Mezőtúrhoz, ugye több kulturális intézmény is van elnevezve róla, úgyhogy úgy gondoltam, hogy erről jó tudni, és továbbá pedig ugye ez egyébként egy megvásárolható, ez az online előadás bárkinek otthonról, úgyhogy ezért is ajánlottam, és még érkezik más előadás is a városba, úgyhogy ezzel is egy kis figyelemfelhívás, hogy aki kihagyta ez az ingyenes lehetőséget, akkor a következőkben még lesz rá alkalom, akár Karint életéről, vagy Szépenő életéről, majd kiderül, hogy a könyvtárosok kit hoznak el legközelebb. Az újságban szerepelnek a szabadidős lovasaink is, a Mezőtúron 9 gyermek kapcsolódik a versenyzéshez, ami ebben a szakádban folyik. Nem feltétlen mezőtúri székhelyű egyesületek ezek, hanem például a Tátos Lovas Baráti Kör Egyesület Örménykúton található, és Túrkevén a kenderesi elnevezésű egyesület. Ők, de ugye oda mezőtúri gyermekek járnak többségében, és ők a Magyar Lovas Szövetség szabadidős szakágának a versenyén nagyon eredményesen szerepeltek, úgyhogy minden gyermekről megtalálható most egy fotó és az idei eredmények, mind a vármegyei, mind az országos pontrendszer szerint, úgyhogy ezt is ajánlom olvasásra. A másik pedig a mezőtúri Wing Chun Kung Fu csapatnak a sikere, szintén egy országos bajnokságon vettek részt, és őrülök is olvashattunk az újságban. November 14-én sajtótájékoztatót tartott Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester. Erről is az újságban már
készítettem egy összefoglalót, hogy mik azok a fontosabb döntések, amiket a legutóbbi két testületülésen hozott a testület, milyen aktualitások vannak most, tehát ezt is érdemes elolvasni, mert fontos hírek vannak ebben a cikkben is, és nagyon sok kulturális ajánló található még az újságban. A következő időszakban például a Túri Fazekas Múzeumban nyílik kiállítás Dr. Kisné Pap Margit gyűjteményének a második részéből, a Mezőtúri Művészeti Alkotótelepnek nyílik kiállítása november 18-án. Itt a többsége a lakosoknak már nyomtatásban nem fogja megkapni ezt a meghívót, ugye ez most szombaton lesz, és pénteken jelenik meg az újság online, de hát ugye mire kikerül, ez hétvége, úgyhogy érdemes mindig nézni a Mezőtörés vidéke és a Közösségi Ház, és a Túri Fazekas Múzeum Facebook felületeit is, mert ott is sok meghívó van, ami amiatt, hogy két hetente jelenik meg az újság, nem biztos, hogy mindig minden bekerül, mert van, hogy van egy kis elcsúszás, de érdemes megnézni, és például még a Túrtő Folt Varró szakkörnek is lesz a kiállítás megnyitója a novemberi hónapban, úgyhogy erről is van egy meghívó az újságban, és még sorolhatnám, úgyhogy érdemes kezünkbe venni most is az újságot, hogy ne maradjunk le a városi eseményekről, úgyhogy szeretettel ajánlom ezt a 22. lapszámot is a kedves olvasóknak. November 15-én az Idősek Világnapja alkalmából rendezték meg legújabb programjukat a Tiszteletvasutas Nyugdíjas Klub tagjai. Az eseményen versekkel készültek, amelyeket előadtak klubtársaik és meghívott vendégeik előtt, majd közös ebédre került sor. A részletekről Makainé Farkas Mária klubvezetőt kérdeztük. A mai napon, november 15-én itt a Szőlőfürt vendéglőbe került megrendezésre a Tiszteletvasutas Nyugdíjas Vasutas Klub Idősek Világnapi rendezvénye. Mit tudhatunk az eseményről? A Tiszteletvasutas Nyugdíjas Klub ma tartotta meg utólag, kicsit később, de annál nagyobb szeretettel emlékeztük meg az Idősek Világnapjáról. A saját klubunkba állítottunk össze verseket. Ez úgy van, hogy én viszek egy csomó verset, és kiválaszták a mindenkinek a kedvére való, és aki szeretne mondani, azok elmondják, meg tanulják, nem kívülről, mert már lámpalázasok vagyunk, idősek, de felolvassák, és hát örömöt lelünk benne. Mindig a saját klubunkból választunk egy műsort, úgyhogy nem nagyon szoktunk idegenekről. Hívtunk vendégeket, most kevesebbet vidékről, mert szerettük volna a városi klubból is, hogy legyenek így a vasutas klubokból, Békés Csaba, Kétegyháza, Szentesről, de a városi klubot is, meg a nagyothallókat is vártuk volna szeretettel, de ők nekik más elfoglaltság, miért nem tudtak jönni. De a többi klub, a Cukrosok, a Lokomotíva, a Heridonált, a Barátság klub szívesen jöttek. Reméljük, hogy jó sikerül ez a mai nap is. Hogyan fog alakulni a mai nap programja? Mi várható? Hát most a kis műsorunk lement, utána megebédelünk, és Margójék szórakoztatnak bennünket, mert a vendégklubok is nagyon szeret, nagyon táncosak, nagyon mulatósak, szeretnek táncolni, és jöttek hamarabb, addig meg nagyon jól beszélgettünk, hogy szeressük egymást, szívesen látogatjuk minden műsorokat. Ők hozzájuk is többször megyünk, és azért is szerettük volna, hogy még legyenek az idején egyszer velünk itt. Említette ugye, hogy jó kapcsolatot ápolnak a vidéki klubokkal, mi tudhatunk, a többi klubbal is ilyen jó kapcsolatot ápolnak? Igen, a Mezőtúri klubhoz is mindhez elmegyünk, és még Szajol, Csongrá, Tegedieket is szoktunk menni. Hát 12 klubban járunk össze a vasutas klub szövetségébe, amik vannak, de minden évben elmegyünk. Legtöbbhöz kétszer is. Amikor hívnak, mindig elfogadjuk a meghívásunkat. Van, hogy egy nap többre kettő is esik, de ottkor kevesebb létszámban, de részt veszünk mindenütt. Mi is nagyon szeretettel várjuk őket. Már 16 éve tart ez a kapcsolat. Szentesre is, amikor volt az a nagy lecsófőzés, fesztiválok, mindig mentünk,
mindig részt is vettünk benne. Nagyon nagy örömmel, meg szeretettel gondolunk vissza azokra az időkre. Milyen tervei vannak még a klubnak az év hátra lévő részében? Már csak egy magunk közt tartunk egy fenyő ünnepséget, azzal zárjuk az évet. Mi nagyon aktívak voltunk ebbe az évben, mert nem tartottunk nyári szünetet, se két hetente mindig mentünk. Meg közben is nagyon sok meghívás volt, részt vettünk városi programokba is, úgyhogy nagyon aktív évet tudhatunk magunk mögött. Októberben ünnepeltük az idősek világnapját, a klub most arra talált olyan időpontot, amikor a klub tagjait és a kedves vidékről érkezett vendégtagokat is sikerül vendégül látni itt a Szőlőfürt vendéglőben. Én mindig örömmel jövök ezekre a rendezvényekre, és köszönöm szépen ezúton is a meghívást a klub vezetésének és tagjainak. Én azt gondolom, minden egyes ilyen alkalom azt a célt szolgálja, hogy ez a közösség még jobban együtt legyen, ki tudjanak egyrészt kapcsolódni, nyilván ez egy fontos szempont, másrészt pedig nagyon jó beszélgetések legyenek itt a Szőlőfürt vendéglőben a mai nap folyamán is. Azt láttam itt a köszöntő folyamán is, illetve előzőleg, ahogy körbe köszöntem a közösségben, hogy mindenki nagyon jó hangulattal érkezett, és várják, hogy mit fog hozni ez a mai nap. Ugye mi igyekszünk segítséget nyújtani minden egyes évben a civil szervezetek számára, legyen az bejegyzett civil szervezet, vagy nem bejegyzett civil szervezet. A közösségi háznak köszönhetően és annak működésének köszönhetően gyakorlatilag hétről hétre össze tudnak ülni ezek a klubok a közösségi házban. Ott a klub helyiségekben a klub élet az folyamatos, és ezek mellett pedig, amikor más anyagi forrásunk is rendelkezésre áll, és azt a részükre át tudjuk nyújtani, illetve jó célra tudják felhasználni, akkor erre is lehetőséget teremtettünk itt az elmúlt években. Gyakorlatilag most is egy pályázatnak köszönhetően, itt az elmúlt hosszú-hosszú hónapok alatt különböző programok és rendezvények kerültek megtartásra, ilyen ez a mai is egyébként. Gyakorlatilag minden egyes klubnak, aki szeretett volna élni ezzel a lehetőséggel, lehetőséget adtunk, hogy éljenek ezzel az alkalommal. Így a mai napon is ennek a támogatásnak köszönhetően tudunk besegíteni ennek a programnak a megszervezésében. És örömmel látom azt, hogy a mai napon is tényleg mindenki jól érzi magát. A jövőben is az a célunk, hogy a mezőtúli civil szervezetek a költségvetésben rögzített összeghatár erejéig támogatásra legyenek érdemesek. Ez így volt a magam részéről, illetve végül örülök neki, hogy a képviselőtestület részéről is a 2023-as esztendőben is, és már nyilván készítjük elő a jövő évi költségvetést is. Én azt kértem osztályvezető asszonytól, hogy amellett, hogy a beruházásokat szeretnénk továbbvinni, erős fejlesztéseket és a pályázaton elnyert forrásokat is szeretnénk ugye minél előbb és jó cél érdekében felhasználni. Hasonlóan tervezzük a jövő évet is. Én már most azt tudom mondani, hogy a 2024-es évben is szeretné az önkormányzat ezeket a támogatásokat biztosítani a civil szervezetek számára, hiszen látszik, hogy jó helyre kerülnek ezek az összegek, és az is nagyon fontos, hogy nagyon jól használják fel ezek a civil szervezetek. Most nyilván ezen rendezvények alkalmával, főleg ugye időskorúakról beszélünk, amikor klub működésről, klub életről beszélünk, de azt is fontos megjegyeznem, hogy rajtuk kívül ugye más civil szervezetek is természetesen működnek mezőtúron. Ők is folyamatosan támogatásban részesülnek, legyen ez kulturális egyesület, vagy éppen sportegyesület. Én azt gondolom, hogy fontos az ő támogatásuk a jelenben, és fontos lesz a jövőben is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látták friss hírekkel, majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!